Csikorogban munkálkodik a Marosvásárhelyi Köztisztasági Vállalat. A városban csütörtök óta felgyülemlett háztartási hulladékot helyenként foghíjasan elszállították, ám munkájuk még sok kívánnivalót hagy maga után. Ma délelőtt stábunkkal körbejártuk a várost, alig pár helyről szállították el 24 óra leforgása alatt a szemetet. A Kövesdombon például így nézett ki tegnap, mára ez lett belőle. Vittek is, de maradt is. Máshol még kritikusabb a helyzet. Az önkormányzata tegnap arról tájékoztatta híradónkat, hogy hétfő reggeltől a Marosvásárhelyen felgyülemlett szeméthegyek elhordását megkezdték. Ezt a jól látható helyeken többé-kevésbé meg is tették. Ám például itt a Tudor negyedben a tömbházak mögött, a szeméttárolóknál a háztartási hulladék még elszállításra vár. A lakosok tehetetlenül nézik a jelenséget, zavarja őket. Ordinári, ennyit mondok. Most is szimpel ennyit tudok mondani. Ennyire szennyezett, legyen blokkok között, ez katasztrófa. Valahogy meg kellene oldani, hogy szebb legyen. Valahogy higiénikusabb egy kicsit. A szemét probléma a Marosvásárhelyi Köztisztasági Vállalat anyagi nehézségei és az autóflottájának elárverezése miatt alakult ki. A tegnap a csődbiztossal való tárgyalások után az önkormányzat a helyzet orvoslását ígérte, ami egyelőre akadozik.